A hétfémelem elhelyezésével folytatódott az erdei tornapálya felújítása. A betonozást a Hild iskola tanulói az eső ellenére is elvállalták. A műveleteket úgy kezdtük, hogy a fém elemeket a helyükre hordtuk, majd jött a beton, és beállítottak szintbe, és utána bebetonoztuk, és elsimítottuk a betont. Ezeknél a tornaelemeknél még hátra van az úgynevezett homokágyak kialakítása, amely az ütésektől, sérülésektől védi majd az edzeni járókat. A szerdai munkálatok után csütörtökön már a következő lépések előkészítése is megtörtént. A közösségi szolgálatot teljesítő diákok a DVG ZRT erdészete által felajánlott akácfákat csiszolják simára. Ezekből készülnek majd az elemeken végzendő gyakorlatokat bemutató táblák. A további teendőket a nyár folyamán, illetve az ősz elején végzik majd el. Három fa elem is ki fog kerülni az erdei tornapályára. Ezt most folyamatosan készítjük majd a nyár folyamán, és a város ígéretet tett, hogy egy salakozást is meg fogunk tudni oldani az őszre, úgyhogy még jobb lesz ez a futópálya körbe. Valamikor, ahogy az iskola elkezdődik, ott az ősz elején, szeptember egyik hétvégéjén szeretnénk majd valami átadót, valami sportversennyel bekötve végrehajtani, majd meglátjuk, hogy alakul. Úgyhogy itt tartunk jelenleg az erdei tornapályával. A projekt végső célja, hogy egy olyan tornaelemekkel gazdagított pályát hozzanak létre, ahol a futás mellett különböző kondicionáló gyakorlatokat is végezhetnek majd az edzeni vágyók. A munkálatok várhatóan a jövő hét végén folytatódnak.